És elindult a közvetítés is. A Facebookon közvetítem, de elvileg lehet nézni a kiáltószó.hu per élő oldalon is. Na hát lassan, egész lassan, de biztosan elérkeztünk a Máté evangéliumának a 18. fejezetéhez. És átolvasva ezt a fejezetet, próbáltam picit önkényesen eldönteni, hogy mit emeljünk ki ebből a fejezetből, és nyilván ezt nem lehet úgy csinálni, hogy tökéletes legyen, de valahogy azért, hogy az elengedés és a megbocsátás részt emeljen ki. Persze ez a fejezet sokkal többről szól, mint elengedés és megbocsátás. De viszont ez a téma a fejezet végén lesz majd található és olvasható, és amíg odáig el fogunk érkezni, addig is igencsak fontos és érdekes tanításokat rejteget számunkra ez a fejezet, úgyhogy őszintén bízom benne, hogy akit érdekel, aki bekapcsolódik ebbe a közelítésbe, nem fogja majd haszontalannak ítélni ezt a ma esti beszélgetést, emlékedést sem. Tivadar, mit szeretné hozzáfűzni ehhez a egy bevezető kép, ehhez a fejezethez? Mit szeretnél elmondani te? Mi jött neked erről a fejezetről? Nekem az jön, hogy végtelenül örülök, hogy a 17. fejezet után a 18-hoz értünk. Ez azt jelenti, hogy újból tudunk találkozni, újból együtt vagyunk. Volt egy majdnem 2 hónapos időszak, amikor ez nem igazán működött. Próbáltuk online, próbáltuk minden lehetőséget kipróbáltunk, de végül az az igazi, amikor találkoznak az atyafiak. És hát így nagy öröm van, de akik éppen hallgatnak, hát azoknak is nagyon örülök, hogy együtt vagyunk. És nagyon-nagyon számítok arra, hogy együtt tanulmányozzuk, hogy együtt megyünk át a 18. fejezeten. Mi nem úgy akarjuk ezt az evangéliumot olvasni, mint akik kioktatjuk a társainkot, akik keresik ők is az atyának az akaratát, hanem mind akik mi is kutatunk, keresünk. De tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok jó kijelentés és Istentől jövő üzenet lehet az ő szájukba, tehát a ti szátokba, akik távol vagytok, vagy akik hallgattok, úgyhogy rendíthetetlenül üzenjetek vissza, írjatok. Azért, mert úgy teljes, ha ti a mi hitünkből táplálkoztok, mi meg a tiétekből. Ez Pál apostolnak volt az egyik megjegyzése, amikor a rómaiakhoz idézte a levelét, hogy már alig várja, hogy nem kioktassa a rómaiakot, és megmondja, hogy mi a tuti, hanem hogy épüljön a római gyülekezetből, és azok is épüljenek a Pál apostolon keresztül. Úgy gondolom, hogy ez a körforgás, ha bezárul, akkor van értelme az egésznek, az atyafiúi szeretetnek. Úgyhogy vágjunk bele, nézzük meg, hogy miről is szól. Hát, ha a Levike neki fog olvasni, hogy halljátok az ő hangját is, ő is itt van. Egy szobában vagyunk végre, mindhárman. 2 hónappal ezelőtt a világ 3 pontján voltunk, és úgyis Facebookon, Skype-on, telefonon, tehát próbáltuk gyúrni a dolgokat, ahogy tudtuk. De most itt vagyunk. Épp azt akartam javasolni, hogy mindenki így egy néhány szóban, így bevezetésképpen mondja el, hogy így mi jön neki a közös beszélgetések kapcsán, tehát hogy mit tudnánk így erről mondani egy laikus számára, egy kívülálló személy számára, aki talán éppen véletlenül kattint rá erre a beszélgetésre, erre a közvetítésre, vagy erre a videóra, hogy kiben mi van beszélgetések kapcsán. Levike, mit szólsz te, hogy ennek mi az értelme, vagy egyáltalán miért csináljuk, mi értelme erről beszélni, vagy találkozni, vagy mi van a lelkünkben arról ennek kapcsán.
Mi a te személyes? Hát, így teljes az életem. Ezáltal lesz teljes az életem. Ennyi. Egyszerűen. Tiszta beszéd, tiszta beszéd. Tetszett Tiodornak az a nagy edzése, hogy még véletlenül se értsen félre senki, aki ezt hallja. Mi megosztjuk, örömmel osztjuk meg, amit megosztunk, amit mi ajándékban megkaptunk az Úristentől, de viszont távol álljon tőlünk, hogy bárkit is kioktassunk, vagy fölényeskedjünk bárkivel szemben. Ugyanis ránk is igaz az még, hogy tükör által homályosan látunk. Tehát vannak hibáink, vannak gyengeségeink, vannak értetlenségeink, nem mindent látunk tisztán, és ezért is alkalomattán Isten kegyelméből találkozom néha, hogy együtt tanulmányozzuk az evangéliumoknak az üzeneteit. Tehát ezért is felhívom a kedves embertársak, igazságszerető, igazságkereső embertársak figyelmét arra, hogy ha amennyiben jó indulatú hozzászólásuk, megjegyzésük van, a beszélgetéssel kapcsolatosan nagyon szívesen veszük, hogyha megosztják velünk. Akár a Facebookon, vagy pedig a YouTube-on, vagy a kiáltó szónak az élő közvetítés oldalán. Úgyhogy amennyiben nincsen senkinek sem más hozzáfűzni valója, akár el is kezdhetjük az olvasást és az elmékedést. És ha nem bánjátok, hogy én olvasom, ti elmékedjetek. Vagy kitalál, hogy én itt a lélek. Nekem volna kellene most olvasni egyet, ha nem bánjátok. Nem bánjuk, igaz. Beteszem a képernyőre is egyébként a Máté evangéliumának a 18. fejezetét, és árulom azt, hogy amit szoktunk mi használni, általában én személyesen szoktam a laptopon használni, az a biblia.hu oldal, azon bárki elérheti, olvashatja a Károly Gáspár fordítást, amit 1980-ban revideáltak, ezért a nyelvezetek picit olyan régies, de néha sokkal pontosabb és kifejezőbb, mint az új fordítások. És így néz ki a biblia.hu oldal, és bele is kezdenik az olvasásba. Abban az órában mennének a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük állítja vala azt, és mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, irányt nem váltotok, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki az itt megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkozhat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat, és vesd el magadtól. Jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lámbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkozhat meg téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól. Jobb néked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gehenna tűzére. Eddig olvasom egyelőre. Bocsánat, még azt hozzám itt hogy meglássátok, hogy emel kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját.
mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Igen, hát látunk egy olyan pillanatot, amikor a tanítványokban megjelent ez a kérdés, és valószínű, hogy egymás között beszélték meg, amielőtt Jézushoz fordultak volna, és talán könnyen elképzelhető, hogy meg is vitatták, hogy ki a nagyobb a mennyeknek országába. Úgy néz ki, hogy ez benne van az emberi természetbe, hogy valahogy mindig keresi, hogy hogy lehetne ő a nagyobb. Én gondolom, hogy amikor felmerül ez a kérdés, hogy ki a nagyobb, akkor gyakorlatban úgy egyes számba kéne úgy föltenni és meglátni a kérdésnek a gyökerét, hogy felmerül bennem, hogy hát te most ki a nagyobb a hármunk közül, Attila, Levike vagy én. És úgy néz ki, hogy a tanítványokat se kerültek ki, habár a tanítványok egy hosszú tanítványsági út után vannak, tehát Jézus elhívta őket, járt velük, tanította őket, rengeteg úgymond példázatot mondott, még a megdicsőülés hegyére is felvitt egy párat, és akkor fölmerül ez a kérdés, hogy jó, de akkor most ki a nagyobb? Ki a nagyobb? És hát erre a válasz, ha nem tudnánk Jézusnak a válaszát, akkor valószínű, hogy közöttünk is, vagy a keresztények között is különböző válaszok lennének. Én látok olyan válaszokat, hogy hát az a nagyobb, aki Jézus nevét úgymond jobban képviseli, többet evangélizál. Ha feltételezzük, hogy nem ismerjük azt, hogy mit mondott Jézus. Vagy jönne egy másik keresztény, és azt mondaná, hát ne, az a nagyobb, aki által több csoda történt. Jönne a harmadik, és azt mondja, na, az a nagyobb, akinek nagyobb csoportja vagy gyülekezete van. És akkor így lehetne ezeket ragozni. És valószínű, hogy a tanítványok is már úgymond ragozgatták ezeket a válaszokat, hogy ki a nagyobb. És azt mondták, te, hát ha nem tudunk dűlőre jutni, akkor hát hadd kérdezzük meg a mestert. És megjött a mestertől a válasz. Milyen jó tették, hogy megkérdezz? És erre azt mondja, hogy Jézus odahívott egyet a kisgyermekek közül, és közéjük állította. Hát én gondolom, hogy nem egy ilyen kis pelenkás volt az, de könnyen megtörténhet, hogy egy 3-4 éves gyerekecske ott szaladgált, Jézus azt mondta neki, hogy na Pistike, akkor gyere ide, oda ment. Nem tudta, hogy miért hívta, oda ment, és azt mondta, itt van. Nem kérdezte, mikor, de ha nem hívta, és ment? Hívta és ment, igen. És azt mondja, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és ahogy Attila hozzátette, mi a megtérés? Tehát ezt már sokszor elmondtuk, de szeretnénk újból elmondani, hogy a megtérés az nem egy új egyházba való beállás, nem egy új keresztség, nem egy új tagság, hanem a megtérés az egy nagyon határozott és radikális életútváltás. És Jézus azt mondta, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Tehát valahogy nem arról volt szó, és nem azt mondta Jézus, hogy hát tudjátok, ha ez a kisgyerek a legnagyobb, és a többiek azok mind kisebbek a mennyeknek országába, hanem ő egy nagyon radikális választ adott. Azt mondta, ha nem lesztek ilyenek,
semmiképpen. Tehát a semmiképpen az valahogy úgy van lefordítva, hogy székelyül, hogy hol biztos, hogy te nem kerülsz be a mennyeknek országába. Igen, igen. Tehát ha olyan nem leszel, mint a kisgyermek, akkor nem tudsz bejutni. Nem arról van szó, hogy ki a nagyobb, hanem egyáltalán bekerülsz-e oda. Igen. Levike, valami... Hát vajon miért nem kerülhet be egy olyan ember, aki nem lesz olyan, mint a kisgyermek? Aki hatalmaskodni akar mások felett, az a tökéletességbe, az a paradicsomba, ahol teljes béke van, ahol nem lesz több könny, nem lesz fájdalom, halál, ahol az emberek az Istennel fognak járni együtt újra. Oda nem fér el a hatalmaskodás egymás fölött, hanem ott mindenki úgy fog élni, hogy ahogy Jézus, hogy úgy szereti a másikot, mint önmagát. Nem lesz senki fontosabb senkinél, nem lesz senki bölcsebb senkinél, és ha lesz is, akkor azt mindenki javára válik. Aki a legkisebb lesz, mind a test, vagy a test együtt mozog. Aki a legkisebb, ahol fájdalmattan, mindenki odafigyel mindenkire, nem lesznek egyéni királyságok, amit ma láthatunk. Hogy mindenki saját királyságot akar, saját birodalmat, saját biztonságot, biztosítást, hanem egy egység lesz az Istenben. Igen. Hát amit még látok, hogy Jézus azt a fajta emberi és emberek által, de talán mondhatnám azt, hogy nem feltétlenül csak emberi, János fogalmaz jól egy levelébe, hogy emberi, evilági és ördögi. Tehát fel van építve egy hatalmi rendszer ebben a világban. És ez a hatalmi rendszer, ez abban az időben is ugyanúgy működött, mint 2018-ban. Volt a császár, voltak a császárnak a megbízottjai, mint Pilátus, a megbízottaknak voltak a katonatisztjei, és akkor így ez a piramisrendszer, ez a hatalmi rendszer lefele uralkodott a többsége. És a tanítványok ebben a rendszerben gondolkoztak. És Jézus, amikor ezt a példát szemük láttára a kisgyereket kiemelte a tömegből is, közéjük helyezte, akkor valahogy ezt az evilági rendszert és uralmat széttörte, összezúzta ezt az evilági példát. Sőt, Jézus azt mondja egy másik helyen, hogy hát aki nagy akar lenni köztetek, az mit csinálja? Legyen mindenki szolgája. Legyen mindenkinek a szolgája. Tehát úgy néz ki, hogy a mennyeknek országa nem evilági törvénykönyv szerint van igazából működtetve. Pont a napokban gondolkoztam el, hogy már Attila mondta, azt hiszem Attila mondta, hogy ha valaki nem választ, nem dönt Isten mellett, őt megtalálja az evilág istene, amiről beszélgetünk, az a sátán, vagy hogy lehet kifejezni, és tényleg ehhez, ez mi igazából, amit mondtam, hogy mind a kettő jelen van, csak az egyik a fizikai szemmel látható nagyon intenzíven, amiről beszélgetünk, azt a lelki szemeink, a lelki érzékeinkkel megértsék, meglássák. Igen. De jelen van mind a kettő. Például eszembe jut a hatalomról egy olyan fejezet, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami most itt Romániában a hétvégén meg fog történni. Tehát, és úgy láttam, hogy ez a téma hát úgy nagyon-nagyon érzékenyen érinti az embereknek a két táborát. Hát a szavazás, hogy valamiről szavazzunk. És eszetekbe juttatom, hogy
Isten hogy használta fel az egész, úgymond császár által kitalált cirkuszt, és kitalált, úgymond, istenellenességet ahhoz, hogy az ő fiának eljövetele a földre, az pont úgy történjen, ahogy annak idején 600 évvel ezelőtt az Izajás próféta megprofétálta. Tehát Augustus császár kitalálta, hogy népszámlálást fog tartani. És mindenki a birodalomba kellett engedelmeskedjen. Hát a zsidóknak frászuk volt a népszámlálástól, mert megjárták egyszer, amikor Dávid megszámolta a népet, és akkor hát Isten azt mondta, hogy ne számláld meg a népet, hogy ne a népnek a mennyiségében és az erejébe bízzál, hanem én bennem bízzál. És tudták, hogy ez úgymond következményekkel fog járni. De annak ellenére, hogy Isten ellenes volt a megszámlálás, Isten felhasználta ezt a történetet, hogy Jézus Názáretből, úgymond az anyukájának a pocakjába felmenjen Betlehembe, és a Máriát Betlehembe érte utól a szülési fájdalom. Tehát azt mondja az ige, hogy az utolsó napokban saját maga Jézus tesz erről bizonságot. Hasonlatos lesz a világ a Noé és a Lót napjaihoz. Itt mi ha akarjuk, ha nem, ez be fog teljesedni. És gyakorlatilag szervezünk egy referendumot, hogy definiáljuk a családot, és én nem azt mondom, hogy nem kell elmenni. Csak arra szeretném a figyelmet felhozni, hogyha elmennek a hívők, a keresztények, hogy szavazzanak a mellett, a család mellett, ahogy Isten látja a családot, az nagyon jó. De nehogy azt gondolják, hogy a mi szavazatunk által megfordíthatjuk azt, aminek el kell jönnie. Tehát ne essünk, úgymond, egy ilyen gőgbe, hogy mi, ha összefogunk, akkor majd megváltoztatjuk a világ sorsát. Sajnos nem tudjuk megváltoztatni. Az első keresztények idejében elindult egy üldöztetés. Jézus megmondta, hogy eljön az üldöztetés. Beteljesedett? Beteljesedett. Imádkoztak az első keresztények? Véleményem szerint jól imádkoztak, s talán jobban imádkoztak, mint mi. Na hát annak ellenére, hogy imádkoztak, mégis üldözték őket. És üldözték őket, kérlek szépen, mindaddig, amíg Krisztus után 300-ba az élő egyház le nem paktált a császárral és a hatalommal. És abban a pillanatban, amikor ők puszipajtások lettek, akkor megszűnt az üldöztetés, de abban a pillanatban az egyháznak az élete is megszűnt. Mert elkényelmesedett az egyház. Elkény, tehát olyan emberek lettek hívővé, akik passzióból lettek hívővé. Nem hitből. Akik, és gyakorlatilag megalakult az alvó egyház. Azok az emberek, akik névlegesen keresztények, Krisztus követők, de a szívükben, lelkükben, cselekedeteikben, gondolkodásmódjukban soha nem voltak Krisztus követők. Tehát azt akarom ebből kidomborítani, hogy igenis, az nem baj, ha elmegyünk, de ne gondoljuk azt, hogy mi a szavazatunkkal hosszú távon befolyásolni tudjuk azt, aminek jönnie kell. Egyet tudunk tenni. Példát mutatni, bizonyságot tenni a Krisztusról, bizonyságot tenni, hogy szeressük a családunkot, bizonyságot tenni arról, hogy a gyerekeinket neveljük, stb. Stb. Tehát ez a mi kezünkben van, ezt nem veheti ki senki. És az igét hirdetni. És aki... az igét hirdetni? Feltétlenül? Akiben van. Gábor azt mondja itten közben, hogy Pál is valahol mondja, hogy megbátorítjuk egymást, ugye, amit bevezetőben beszéltünk.
Azt hiszem, amit Tivadar teremtettél, a kisgyermek a folyamatos megújulást szimbolizálja, ha jól értem. Ilyeneknek kell lennünk. Vajon mit jelenthet az, hogy megbotránkoztatni egy kisgyermeket? Ez arról szól, ha valaki megkísérte egy Krisztus követőt? Hát nekem erről egy példa van, a tavaly karácsonykor jött ez, mikor pont Zoléknak néztem a videóösszeállítást, hát már évekkel ezelőtt csinálták, hogy miről szól a Mikulás, a karácsony, és tehát tényleg úgy fájdalommal néztem végig, hogy mit ünnepeltünk mostanig az igazság tanítása helyett, ismerkedése helyett, hogy az angyal hozza, bérepül a fával, a Mikulás leereszkedik a kémérő, csokit hoz, a rossz gyermekeket jól elveri, vagy elveretteti. És ezt megosztottam az övéket, ezt a videót, és helyi keresztények, hívők egy-egy úgy reagált rá, hogy tehát mintha semmi se lett volna, ez helyen való lett volna, és akkor jött ez, hogy akik hisznek gyerekek Jézus Krisztusban, és az ő igazsága helyett ilyen hagyományokkal tömjük tele a fejüket mesékkel, hogy aki megbotránkoztatja őket, és aztán mikor eljön az idő, hogy talán halljon az igazságról, akkor szegénynek a gondolatai tele vannak méreggel, hülyeséggel, és tényleg csak az Isten kegyelme tud segíteni azokon, hogy tisztán lássanak, és hogy elhagyják azokat, akár úgy is, hogy az egész család ellene lesz emiatt. De nekem ez jött, de biztos van még más is, amivel meg lehet botránkoztatni az ártatlan gyerekeket. Ez csak egy példa volt. Én azért úgy megemlíteném, hogy ez a szó, hogy megbotránkoztatni, ez úgy gondolom, hogy még több annál is, hogy megütközik valaki valami. Mert általában a megütközés, tehát az negatív irányba és pozitív irányba is működik. Tehát megütközök valamin. Eddig nem így hittem. De ez még nem az a botránkozás, amiről beszél Jézus. Tehát ha itt Gyergyószent Miklóson úgymond nyilvánosan lehet, hogy bemerítenénk valakit itt a templom előtt, egy medencébe, akkor akik oda járnak a templomba, azok megbotránkoznának, hogy mi történik. Tehát megbotránkoznának, ezt idézőjelbe teszem. Tehát nem erről van szó. Pál azt mondja, hogy a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozik a csecsemő. És a gyerek akkor nő jól, tehát az a gyerek, amit Jézus oda állított, amikor tiszta és hamisítatlan tejjel van táplálva. Ez a tiszta evangélium. És a Pálnak az életében lehet látni, hogy ez a botránkozás hogy működött, tehát ha elolvassuk Pálnak a leveleit, vagy az apostolok cselekedeteit, akkor látunk egy-két esetet, amikor ilyen botránkozások történtek. Még az se volt botránkozás, amikor Barnabástól elvált. Tehát az se volt egy botrány. Úgy döntöttek, hogy az egyik megy jobbra, a másik megy balra, mind a ketten az Úrnak az útján járnak, nincs semmi gond, majd úgymond helyre jön közöttük a kapcsolat. Ellenben Pál a tiszta evangéliumot elvitte a pogányok közé, de nyomba Pál apostol után érkeztek azok, akikről lehet olvasni az apostolok cselekedetébe, hogy a gyülekezetbe úgymond papok is beférkőztek. Tehát úgy nézett ki, hogy megtérnek, és bementek oda a papok. És abban a pillanatban a gyülekezetben és az egyházban ezek a papok elkezdték az ószövetségi tanításokat előnybe részesíteni.
És akkor elmentek azokhoz a antiókiai, vagy frigiai, vagy mit tudom én, milyen kisvárosi gyülekezetekbe, ahol Pál munkálkodott, és akkor azt mondták azoknak, hogy hó, hát ti nektek még nincs üdvösségetek. Hát ti nem vagytok körülmetélve. Hát Pál félrevezetett titeket. És akkor ezek megütköztek. Nézd meg, hogy Pál hazudott nekünk. Nézd meg, hogy... És akkor, ha olvassuk Pálnak a reakcióját, akkor azt olvassuk, hogy Pál fölháborodva, úgymond, ment vissza, és próbálta a helyére tenni a dolgokat, és próbálta megmagyarázni, és a leveleibe benne van ez az egész történet, hogy nem, Krisztustól te nem távolodsz el, ha nem vagy körülmetélve. De ez csak egy példa. Tehát minden olyan tanítás, ami gyakorlatilag az evangélium igazságát háttérbe szorítsa, és úgy mutassa be az embereknek, hogy nem elég az üdvösségre. Például, hát, ha te nem adtál tizedet Istennek, jó becsületese, akkor téged Isten nem is áld meg. Vagy ha te nem hiszel a megvallásokba, akkor te nem is tudsz meggyógyulni. Igaz? Hát, mondjuk ki az igazat. De ez nem így működik. És én úgy gondolom, hogy a megbotránkozás az egy olyan dolog, amikor egy ember valami miatt, aki a tiszta és hamisítatlan tejen nőtt fel, úgymond megütközik, és elveszíti az üdvösségben, az Isten üdvösségében vetett hitét és bizodalmát. Tehát egyszerűen elveszíti azt a bizodalmat, úgy érzi, hogy nincs üdvössége, úgy érzi, hogy távol van Istentől, úgy érzi, hogy becsapták őt. Igen. Itt Gábor még hozzáfűzte azt, amikor a Pál a húsevésről beszél, azt a példát is. Így van. Hát itt röviden még csak annyit fűznék én hozzá, így nagyon tömören. Hogy így, ahogy figyelem a ennek a résznek az elejét, Jézus a kérdést, a konkrét kérdést a válaszra sem méltatta. Mert a kérdés nem is válaszolt, amit feltettek neki. Ő nem mondta, hogy ki lesz nagyobb, hát ő nem mondta, hogy mely lesz nagyobb, hanem arról beszél, hogy amíg nem váltotok irányt, nem fordulok vissza Istenhez, és az Istenhez való fordulás után nem váltok olyan lelkületivé, mint a kisgyermekek, akik a hamisítatlan táplálékot éhezik folyton, szomjúhozzák, akkor meg sem látjátok. Tehát nem is kell erről beszélgessünk, hogy ki lesz nagyobb a mennyek országában. Amit még hozzá szeretnék fűzni mostanában nekem, nagyon sokszor ez előtt ez az igerész, a Jelenések könyvéből, akit érdekel, a harmadik fejezetben a 18. bekezdéstől egészen a végéig, és ott, ahol elmondja a mester azt, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal, az ő királyi székében. A szülőmunkások pillanata ugyan erről szól, hogy mindenkinek a maximumot akarja adni. Tehát nem lesz nagyobb vagy kisebb. Igen. Vagy eljut az ember a tökéletességre, Istenben, vagy pedig nem jut el. Ez a két lehetőség van. Nem lesznek ilyen különböző mércék, hogy ki hány centi, kinek milyen bicepsze van, ki milyen szépen tud beszélni, és így tovább. Hanem mindenki a teljes dicsőséget, a királyszéket, ugyanazt, amit ő is megkapott. Jelképesen, ugye nyelveken szólás, képes beszéd. Itt eszembe jut egy olyan könyv, amit valamikor több mint 10 évvel ezelőtt adtak ki Amerikába, aztán magyarra is lefordították. Hát a címe az volt, hogy Isten generálisai. Tehát ha már a címben benne van, hogy vannak generálisok, az valamilyen utána szint? Hát a generális, a katonaság, igen. Tehát
utána a generális után jönnek a mit tudom én, milyen kisebb rangúak, és akkor a legvégén jönnek a közkatonák, tehát azok a kis keresztények, akik úgymond hát megtöltik a padokat. És ha belegondolunk Jézusnak a vízióján keresztül, hogy biza, van, amit kijavítsunk. Tehát nagyon-nagyon sok olyan információ és olyan keserű tej jutott el hozzánk, és nagyon-nagyon nagy szükségünk van a tiszta és hamisítatlan tejre. És én úgy hiszem, hogy ezt kell keresni. Kell keresni az igazságot, és az Isten az ige által elvezet a teljes igazságra. Hogy aztán ne csak tejet, hanem keményebb eledelt is megbírjuk. Pontosan. Itt jelzi is egyébként Jézus, hogy tulajdonképpen miről szól a gyermeki lét ilyen szempontból. Tehát, hogy mire gondol, mert így a negyedik bekezdésben bővebben kifejti, hogy aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. Itt persze éppen hangsúlyozandó, hogy nem az emberek okoskodása előtt alázza meg magát, mint ahogy te mondtad a Budkor Tivadar, hogy Péter Pál, ők sem alázták meg magukat a farizeusok előtt, akik azt követelték, hogy többet ne beszéljenek Jézusról. Vagy ők akkor engedelmeskedtek volna az ő hierarchiájuknak. A hatalomnak, akkor nem lett volna ez itt. Nem valamiről mostan beszélgessünk. Hanem megalázza magát az örökkévaló, a Szent Lélek kijelentései előtt, Istennek az igazságai előtt alázza meg magát. És mint a szivacs, magába szippantja azokat. Az eledelt. Az meg fogja látni a mennyek országát. Igen, én meg vagyok győződve arról, hogy ez az alázat, ez a vízszintes, tehát nem csak a függőleges irányba működik, hanem a vízszintes irányba is működnie kell, és fog működni. Én az életemben tapasztalom azt, hogy amikor fiatalabb voltam, akkor hát pattogósabb voltam. Tehát a saját igazságomért úgymond bármit megtettem volna. De valahogy az Isten megengedi, hogy megérjél és meglássad azt, hogy nem a te igazságod a legfontosabb. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell kimondani az igazságot, de nem kell kétségbe esni, ha nem hallgassák meg. Tehát kimondjuk az igazságot, de ha valaki meg akarja hallani, Jézus is azt mondta, ha valaki hallja az én szómat, az követ engem. Tehát nem hátulról a pásztor, tehát a közel-keleten a pásztor elől megy, a juhok mennek utána. Itt nálunk a juhok mennek elől, és akkor a pásztor a botjával a juhokot, és kivált azokat a juhokat, akik egy kicsit úgy elcsángálnak, akkor jól-jól megtekeri. Úgyhogy az oldalgordáját még be is töri. És Jézus azt mondta, hát aki hallja, az majd jön. Tehát bízott abba, hogy hát aki nem akar jönni, nem akar jönni, az elmarad, nincs mit csinálni. Most voltam Svájcban, és a munkatársnőm elvitt a lánytestvéreihez, hát ők már ilyen 60 évesek, együtt élnek, nem mentek férhez. Olvassák az evangéliumot, de annyira belélik, hogy az egészet, hogy a másik még képes volt bárányokat is vegyen, hogy nézze meg a bárányok viselkedését. Azt mondja, hogy én mikor hívom, azok jönnek. Bárhova hívom, azok jönnek. De akárki jön, akármilyen kedves legyen, szól hozzuk, így csak így realiznek, és úgy végzik tovább a dolgokat. És így ezt könnyes szemekkel mondta nekem, hogy megértette, hogy milyen az a bárány és a pásztor kapcsolata, ahogy aki hallja az ő hangját, az megy. De az övéi, hallják az ő hangját. Az övéi. Igen. Igen. Szép. Tehát aki nem megy, az nem az övé. Nem kell izgulni. Így van. Nem kell izgulni. Így van. Nem kell stresszelni. Nincs semmi értelme. Hát
Én általában az ilyen beszéltésekkel, beszéltések során nagy bajban vagyok, mert nekem egyetlen egy sor is annyira intenzív, annyira tartalmas, hogy amikor láttam, nem hogy tudunk tovább lépni. 30 bekezdés van ez egy év, akkor ennek nem jutunk a végére. Azt mondja, hogy és aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be, tehát az egy éhező gyermeket, aki a hamisítatlan táplálékra vágyik és alázatos ráadásul, befogad, de nem, most nem, ezt úgy értelmezik a legtöbb helyen, ahogy látom sajnos, hogy Isten hozott Jézus nevében. Itt arról van szó, hogy befogadom őt az ő lelkületében, a hamisítatlan táplálékkal, az asztalon fogadom be. Ki van téve a táplálék az asztalra? Az ő nevében. Tehát az, amit ő behozott, képviselt, megmutatott, avval a táplálékkal az asztalon fogom befogadni ezt a gyermeket a házba, és azáltal ugye őt fogadom be, azt mondja. Igen, ne feledkezzünk el arról, hogy egy kisgyerek, tehát egy kiszolgáltatott állapotban van. És ha megnézzük Pálnak a szolgálatát, akkor Pál nem úgy indult el evangéliumot hirdetni, hogy először a jeruzsálemi gyülekezet, az antiókiai gyülekezet megvették nekik a turbó repülőgépet, a helikoptert, a kontóját megrakták dollárral, vettek neki nem tudom milyen kényelmes öltözetet, mert ő királyi gyermeklásd, és nem tudom milyen kigyóbőr cipőt, meg stb. Hanem a Pál apostol kiment a tengerpartra, megbeszélte a hajós kapitánnyal, hogy ő is ott a gabona közé be kéne férkőzzön, tehát nem voltak abban az időben ilyen embereket szállító hajók, hanem árut szállítottak a hajók. Megbeszélte ő is, hogy akkor ott kéne legyen, kifizette, amit kellett, és akkor jött a gyülekezet, és ő nem tudta, hogy mennyit fog kapni, de azok a jó kedvükből adakoztak. És volt olyan hely, ahol nem adakoztak, ha bár volt sok pénz, Korintusban. De azt mondta, ha akartak volna adakozni, se fogadta volna el, mert félreértették volna. És tehát lássuk azt, hogy az egész szolgálata egy olyan bizonytalanságban volt, egy kiszolgáltatottságban volt, hogy semmi nem volt biztos. De teljes mértékben rá kell bízza magát Isten tenyerébe. Abszolút teljes mértékben. Teljes mértékben. Igen. Más nem volt számára. Igen, és amikor már nem volt mit csinálni, akkor felállította a sátrat, és akkor azt mondta, na fiúk, akkor sátorkészítő vagyok. És akkor elkezdett csinálni sátrakot, és akkor úgy élt. De egyáltalán nem egy ilyen biztonság övezte a Pálnak a vállát, hogy akkor most ő Isten generálisa, és akkor elmegy, és akkor felforgassa a világot, hanem egy ilyen kisgyereki állapot, kisgyermek szintjén, úgymond ezen a területen egy olyan bizonytalan, emberileg bizonytalan Isten szemszögéből, meg nagyon biztos talajon állt. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Ugye a gyermek, tehát az a gyermek, mivel gyermek, vagy az, aki úgy születik, gyermekké, visszakerül a gyermeki állapotba, ez van. Sokkal sebezhetőbb ő a világ előtt, mint egy világi ember. Igen. És hogyha tehát befogad mindent, a gyermek befogad mindent, befogadja rosszat is ő, nem válogat. Nem. És ezért, ha valaki neki rosszat ad, rossz eledelt ad, még viccből, jópofaságból is, jobb annak, hogyha önként beleugrik a tengerbe, valamikor a nyakába. Igen. Ez valahogy azt mutatja, hogy van Istenben egy olyan tulajdonság, hogy féltőn szerető Isten. Tehát ő amikor szeret téged, akkor ő nem úgy szeret téged, hogy hát ha már megtörtént a Levikével, hát nincs mit csinálni. Ez van.
hanem ő féltőn szeret, hogy veled ne történjen meg. S jaj annak, aki veled megcsinálja azt, amit ő nem akar. Tehát ez a felelősség. A hetedik bekezdés megint annyira tart, annyira intenzív, hogy fontos megérteni, nem szabad átugorni. Hát ezért egyszerűen az evangéliumot is úgy jó fogyasztani, mint azt a finom sajtot, amit a múltkor megkóstoltunk, hogy ízlelgettük csak, és nem habzsoltuk, hanem megemésztettük, beélveztük úgymond. Azt mondja, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Szükség volt arra, hogy Judás elárulja Jézust, de ettől még jaj volt Judásnak. Igen. Tehát mindenképp kell történjenek a szétválasztódás miatt, kell történjenek meg botránkozások, megütközések, de jaj, aki által történnek. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és pesd el magadtól, jobb néked az életes sántán vagy csonkán bemenned, hogy két kézzel vagy két lámpal vagy épp szemekkel vettetne az örök tűzre. Erről egy külön felvételt készítettem néhány nappal ezelőtt, nem tudom pontosan mi a címe, de egy erős megértés volt, hogy itt a legtöbb ember arra gondolna, hogy jaj, ha kezeddel, jobb kezeddel loptál, vagy gyilkoltál, vagy nem tudom, mit csináltál, akkor vágd le magad, dobd el magadtól. Holott az jött nekem Isten kegyelméből valamelyik nap, hogy amikor a jobb kezem megbotránkozhat engem, az nem csak az ilyen szélsőséges dolgokra vonatkozik. Mert lehet, hogy a jobb kezem engemet úgy fog megbotránkoztatni. Hát én most nem, jött egy olyan példa, nem tudom, ki merjem mondani egyáltalán. Hogy a jobb kezem úgy fog engemet megbotránkoztatni, hogy én kaptam egy egyértelmű jelzést az Úristentől, hogy ők fel menjek el, és valakit látogassak meg a kórházba, vagy a börtönben, és akkor a jobb kezemmel kitalálom, hogy akkor én most megint fogok elolvasni, tegyük fel, valamit a Bibliából. És még be is csaptam magamat. Ez szerintem senki nem érti félre, aki ezt hallgatja. Nem arról van szó, hogy nem szükséges a Biblia olvasás, hanem arról van szó, hogyha én kaptam egy hívást, amit én végre kéne hajtsak, és én kényelemből én azt választom, hogy én inkább most akkor lemeszelem a házat, mert az is milyen jó dolog. Vagy leszelem az almát, mert az is milyen jó dolog. És nem azt cselekedtem, amit a lélek mondott, akkor már a jobb kezem engemet elvitt, és még meg is magyaráztam magamnak. Tehát ez jött nekem egyik alkalommal a megbotránkozásra, amikor a jobb kéz és a jobb szem megbotránkoztat engemet. Mert hogy igazából figyelj meg, a humanizmus épp erről szól, nem? Hogy a jobb kéz mindig kitalálja, hogy na, akkor én most hétvégén menni fogok, és valami jót cselekszem valakinek. Hogy csillapítsam a lelkismeretemet. Vagy hogy én minden január 8-án fogok ajándékozni valakinek valamit. És jót cselekedtem, és mégis bűnt követtem el. Mert nem a lélek után mentem, hanem a jobb kéz után, amivel még át is vertem magamat. Ráadásul. Igen, hát én visszatérnék egy picikét még arra a példára is, amit a Gábor említett. A, úgymond a húsevéses példára.
Hát csak azoknak, akik még nem olvasták, vagy nem jutottak el addig, talán a korintusi levélben van megírva. Arról szól ez a kusevéses dolog, hogy hát Korintus nem egy ilyen, úgymond szűz, ártatlan talaj város volt, hanem ott aztán ki tudja, hogy hány istenséget imádtak, és minden istenségnek volt egy temploma, és nagyon-nagyon sok parázna volt, nagyon-nagyon sok hamis istenimádó, és minden istenségnek megvoltak a maga ünnepei, és ezekre az ünnepekre hát ők is áldozatot mutattak be. És abban az időszakban, hát amikor beszél arról, hogy hát a mészárszékok, hát a mészárszékok azok úgy voltak, hogy levágták a bárányokat, a vérüket kifolytatták az istenség a bálványisten előtt, és akkor utána meg megsütötték, és akkor úgymond eladták, pénzt csináltak belőle. És képzeljük el, hogy egy olyan ember, aki addig éveken át annak az istenségnek áldozott, sőt, vitt az ő juhaiból, vagy az ő állataiból is, és odaadta, és föláldozták, és stb. És akkor beszélek én neki az evangéliumról, és elhiszi, hogy Krisztus az élő Isten fia, megbizonyosodik ebbe, és akkor meglát engem ott az istenség előtt, és én eszem abból a húsból, amit ők ott sütkéreznek. És akkor ő azt gondolja, hogy én őt átvágtam, mert én gyakorlatilag annak az istenségnek áldozok én is, de neki beszélek valami olyanról, amit én nem cselekszem meg. És Pál azt mondja, hogy nem abba van a rossz, hogy én elmegyek, és azt a húst megeszem. Mert az a hús semmiféle, úgymond, szellemi, lelki ereje nincs. Az egy darab hús. Hanem az a rossz, hogy én azt a bizonyos emberkét, aki még nem bírja meg a hite miatt, tehát még gyenge, még alig úgymond ilyen anyatejen él, megbotránkoztatom, mert ő azt gondolja, hogy én ugyanannak a régi istenségének áldozok, és őt félrevezettem. És akkor ott van, hogy hát a számmal botránkoztattam meg, vagy a lépéseimmel, amik oda vezettek, vagy... És akkor ide már kell az Istennek a bölcsessége nagyon sokszor, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. Hogy tegyük és hogy ne tegyük. Hol vagyunk és kivel mit tudunk megengedni. Mert ami van egy ilyen mondás is, hogy hát amit szabad Pálnak, azt nem szabad Tamásnak. Tehát, vagy fordítva. Tehát, ha én Attillával vagyok, és tudom, hogy őt nem botránkoztassa meg, hogy én megiszok egy pohár pálinkát vele. De ott van egy másik alkoholista, aki akkor próbál az alkoholizmusból kijönni, és Isten őt úgymond szabadítsa onnan meg. És akkor mi ketten azt mondjuk, na, szerusz, egészségünkre, na, te iszol-e? Igen. Tehát akkor abban a pillanatban a szánkkal megbotránkoztattuk azt az embert. Azt a kicsit, aki onnan ki akar jönni. Ezért meg kell tanuljuk ezt a körültekintést, hogy hol vagyunk. Minden szabad nekem, de nem minden használ, mondja Pál. Igen. Tehát minden szabad, ha tudok vele élni. De amikor olyan közegben vagyok, hogy nem tudnak vele élni, jobb, ha nem teszem. És akkor nem azért mondok le, mert én szektás vagyok, hanem az Isten szeretete miatt mondok le. Mert szeretem a kicsiket, szeretem azokat. Igen. Most pár hete mosolyogtam el magam, mikor tavaly a disznóhúsó volt szó, és még anyatejebben voltam én most. De kimentünk a libánba, és aztán ott is aludtunk, és Tivadar ereszkedett be a párán kolbász.
direkt nem hozott disznóhúst. Hát, ha ti nem. És így utólag így, így most már én is úgy vagyok, hogy mindegy, mit teszek. De így, hát... Nagyon hálás voltam érted, úgy szeretettel gondoltam rá, és hálát adtam Istennek, hogy úgy reagáltad le, ahogy. És következőleg én is... meg azzal tanítottál. Isten tanított. Hát az Úr tanít. Igen. Egyébként ez a jobbkezes dolog nagyon könnyen értelmezhető a Márta és Mária történetével. Mert hogy igazából ott konkrétan az történt, hogy Mártát megbotránkoztatta a jobb keze, mert ő azt hitte, hogy a legfontosabb dolog, hogy ott most seplegessen, palacsintát süssön, elmosogasson, és nem vette észre, hogy oda van, oda jött hozzá Istennek a teljes dicsősége házába. Mártát vitte a jobb keze, és annak a szokásai. Igen. Hát erről a történetről, ugye, hogy beszélgetünk a munkatárs, nem Svájzban mesélte, hogy gyülekezetben mesélte erről a pásztor egy szép történetet, annyira tetszett el, hogy mondja nekem, hogy van az én kezem, és van az Isten keze. És ő le akar nyúlni, hogy megfogjon engem, és hogy kihúzzon. De mi van nekem az én kezem, de mi az, ami akadályozza, hogy én az ő kezét megfogjam, mik vannak még benne? Mit kell még letegyek, hogy a kézfogás ne akadályozza meg semmi, hogy szabadon fogjam az ő kezét. És ahhoz le kell tenni mindent. Igen. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom nektek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévedett a tékozló fiú. Eképpen a ti mennyi atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fia vérkezik ellened, menjen is, dolgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé, míg egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve részem, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Igen, hát én visszakanyarodnék a 11. bekezdéshez. Mert ez Isten jellemének az egyik nagyon-nagyon fontos, úgymond, kiábrázolása. Azt mondja, az ember fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Tehát ezt, ha megértsük, akkor másképp lássuk a világot. És mi az, ami elveszett? Hát az, ami nem tökéletes. Az, ami nem Isten szerint való. Igaz? Az, ami Isten ellenes. Az elveszett. És azt mondja magáról Jézus, hogy az ember fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett.
Tehát ő próbálkozik, hogy megmentse, kiragadja, megkeresse, és akkor jön ez a példa, hogy ha van 100 juhod és egy elmegy, és elveszik, akkor ő ott hagyja a 99-et. Tehát megint az értékrend gyakorlatilag nem az, ami az embereknél van. És azt mondja, hogy van neki 900 juha, de az egyik jú eltéved. Ő elmegy és megkeresi. És lehet tapasztalni azt, hogy ez a lelkület nagyon-nagyon sokszor foghias az életünkbe. És úgy érzem, hogy bennünk is kell, úgymond, egy fordulás, egy megváltozás, mondjam ki, egy megtérés, hogy a századik jó, az, aki úgymond olyan jelentéktelennek tűnik a 99 mellett, vajon hol van? Vajon hogy bánok vele? Vajon mit csinálok? Mert Istennek mindegyik fontos. Mindegyik egyformán fontos. És mond egy olyant is, hogy nagyobb öröm van egy bűnös embernek a megtérésén, mint 100 igazon a mennyekben, az Isten országában. Tehát ott van ez az Isten országában lévő gondolkodásmód, ami jó, hogyha belénk ivódik, és mi is elsajátítsuk ezt a víziót, amit Jézus lehozott. És tényleg, hogy nagyon fontos, hogy megkeresni, aki eltévedt. És eszembe jut, hogy beszéltünk a juhokról, hogy hát aki nem hallja Jézusnak a szavát, az nem is megy utána. De aki utána megy, az tuti, hogy az övé. Igen. De ha mégis eltéved, arról az emberről van szó. Igen. Nem arról, akit tuszkoltál, úgy sem ment, és akkor az úgy tűnik, hogy már annyi energiád benne van, és akkor ő eltévedt. Hanem aki már benne volt ebbe a követésbe. Valamilyen szinten. Igen. Tetszik ez, hogy így felhívja a figyelmet arra, hogy az egyenes beszédre, hogy ha valaki tőfel megbánt, vagy megsírt, vagy nem úgy viselkedik, ahogy tényleg az illendő volna a tökéletességben, a mennyek országában, akkor menjen nyugodtan is, beszélj el négy szem közt, kedvesen, szeretteljesen, megteheted. És hogyha nem hallgat rád, akkor még vegyél magadhoz valakit, hogy két-három tanú vallomás által erősítessék meg azt, mert lehet, hogy tévedsz te is. Igen. Lehet, hogy tévedsz, amikor igazságot követelsz magadnak. És úgy beszélj vele, hogy úgy dolgál meg őt. Igen, hát ezek nagyon érzékeny igerészek, és én azt tapasztaltam, és azt láttam, hogy ezen bukik a közösségnek a léte. Ezen áll, vagy ezen bukik. Tehát, ha mi hárma tudjuk azt, hogy megmondhatjuk négy szem közt, megmondhatjuk hat szem közt, és ezt gyakoroljuk, akkor ez a kapcsolat, ez a kötelék, ez az emberi közösség, ez hosszú távú lesz. Ha tévedek én a Levike irányába, és a Levike először az Attilát keresi meg, és azt mondja, ide figyelj, tehát ott
figyelted, hogy mit csinált a tibetai ember? Hát szabad ilyet? Hát miféle ember ő? Hát hány éve keresztény? És akkor kezdi még turbózni a másikot, hogy hát... Hát akkor hold biztos, hogy bukni fog a dolog. De ha Levik eljön hozzám és azt mondja, Tivadar, annyit beszélsz, jobb lenne egy kicsit kevesebbet beszéljél. akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igaz. Igaz, és akkor... De ha azt mondom, hogy nem, kérdezzük meg Attilát is. És akkor az Attila, tegyük fel, lehet, hogy látja, ahogy Levike. És akkor én be kell lássam, hogy igen, hát ha ketten úgy lássák, akkor biztos úgy van. De lehet, hogy Attila éppen azt mondja, hogy nem, mert hát jól mondja a Tivadar. Akkor jó, ha az az ember, aki meg akar inteni, akkor az az ember lássa be, hogy hát lehet ő tévedett. És gyakorlatilag ki tudja belátni azt, hogy tévedett? Hát csak az az ember, akiben benne van az alázat. Alázat nélkül lehetetlen belátni a tévedést. Lehetetlen. És azt láttam, hogy pont ezek a krisztusi elvek nem működnek a kereszténységben. Hanem hát mögött sutyorálnak az emberek, mondanak az emberek, alássák egymást az emberek. És akkor rengeteg tanítás van arról, hogy meg kell bocsássunk egymásnak, és miért ez a fő téma, hogy hát meg kell bocsássunk, bocsássál meg, mert ha megbocsájtasz, akkor te majd felszabadulsz, stb. Hát azért, mert nagyon sok a sértés. De miért sok a sértés? Azért, mert soha nem rendezték egymás között. És úgy látom, hogy még mindig nagyon nagy sötétség van ezen a területen. Mert Jézus azt mondja, és itt félre is tettem a kedvencek közé ezeket az ige verseket, hogy azért, ha áldozati ajándékodat viszed az oltárra, és ott eszedbe jut, hogy az atyád fiának van valami panasza ellened, akkor azt mondja, hagyd ott, tedd le, és szaladj vissza az atyád fiához. Nem én, szaladj. Tehát nem az a fontos, hogy minél gyorsabban mutasd be az áldozatot az Istennek, mert az Isten erre nem kíváncsi, hanem menj és először rendezd el a te atyád fiáddal a dolgot. Vagy egy másik igét olvasok fel. Péter kérdezi, és ha egy nap hétszer vétkezik ellened, és hétszer fordul hozzád, és azt mondja, megbántam. Bocsáss meg neki. Tehát ritkán lehet látni olyant, hogy megbánt engem, vagy téged, vagy akik hallgatnak, megbánt valaki, és akkor ő megkeres téged, és azt mondja, tudod István, tudod Lajos, rájöttem, megmutatta a lélek, hogy megbántottalak, bocsáss meg nekem. És akkor az Istvánnak, a Lajosnak, a Péternek nagyon egyszerű lesz a megbocsájtás. Nem kell hosszú prédikációkat tartani a megbocsájtásnak a 7 lépcsőjéről. Nem kell felépítéseket úgymond oktatni neki, hogy mit csináljál, hogy bal kézzel, hogy vakard meg a jobb kezet, hogy tudjál te majd megbocsájtani. Mert akkor sikeres leszel. Tehát Jézus egyszerűen adta a receptet. Kérjünk egymástól bocsánatot. És akkor a kör be van fejeződve. És figyeljétek meg, hogy miért jut eszébe olyan sokszor az embereknek, és miért emészti az embereket a meg nem bocsájtás? Mert soha nem kértek tőle bocsánatot, ezért ő mindig évente, vagy havonta, vagy naponta meg kell bocsásson, mert valahogy eszébe jut. És úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy tanítsanak a keresztények között arról, hogy emberek, menjetek, és kérjetek bocsánatot egymástól. De ki teheti ezt meg? Tehát, ha benned van az az alázat,
hogy megalázd magad a testvéred előtt. És emlékeztek, amikor Jézus megmosta Péternek a lábát. Érdekes az is, hogy a 17. bekezdésben, hogyha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezet sem hallgat, legyen előtte olyan, mint a pogány és a vámszedő. Tehát, hogy hogyha az illető személy ragaszkodik az útjához, a választott útjához, hogy már pedig nekem van igazam, már pedig nincs szükségem arra, hogy bocsánatot kérjek, vagy hogy megváltoztassam a látásmódomat, a gondolkodásmódomat, akkor ugye ez azt is sugallja, hogy tehát már ne kényszergest, hagyjad, hogy mint ahogy Isten mondja, hogy engedte nekik, hogy a sárfajok után menjenek, hogy megtapasztalják annak a keserű gyümölcsét. Igen. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Hát ezt az igeverset, ezt nagyon sokféleképpen tanítsák, meg gyakorolják. És nagyon sokféle formáját láttam a kivitelezésben. Kezdve onnan, hogy úgymond bizonyos szellemi lényeket, démonokat megkötöznek az emberek, és akkor mélységbe parancsolnak, vagy megkötöznek különböző szellemiségeket, és akkor mindezt a Jézus nevében teszik. Nem akarom elítélni őket. Az igazság az, hogy nem látom teljesen tisztán ennek az ige szakasznak a kivitelezését, de azt mondja tovább, hogy ha ketten közületek egyetértenek a földön, bármi dolog felül, amit csak kérnek, megadja nekük az én mennyei atyám. Tehát valahol ez egy megkötés. Tehát én azzal együtt, azzal egy valakivel együtt, úgymond egyetértek valamiben, tehát kötök valamit, egybe kötök valamit. És ez az igevers is hát valahogy olyan kívánság műsor formájában van felhasználva, hogy hát én szeretnék egy mit tudom én milyen X7-es BMW-t, és akkor én azt ketten egy akarattal kérjük, és akkor az Isten azt előállítsa. Sőt, én magam elé vetítem, mint Jákob a pöttyös juhokot, és akkor majd nekem egy szép nap begurul a garázsba, egy emberformában öltözött angyal begurítsa nekem az autót. És látom, hogy nagyon-nagyon sok ember imádkozik ilyenféleképpen, nem feltétlenül a BMW-ért, de más meg más dolgokért, és eltelt 10 év, 20 év, 30 év,
és akkor rágódik, eszi magát, hogy nincs elég hite, rágódik, hogy nincs az Úrban, mert ha Jézusban lenne, akkor ez megtörténne. Hát valóban, hogy ilyen területen van benne valami igazság, mert Jézus azt mondta, hogy én ti bennetek, és ti én bennem, és mi együtt az Atyában. Azt lássuk, hogy Istennek a természetében nem a kirívás és a nagyra vágyás volt az elsődleges. Már az, ahogy Jézus megszületett, nem egy királyi palotában, hanem egy istállóban. Nem a Hiltonban, mert királyi gyermek volt, hanem a jászolba. Nem úgymond Rolls-Royce-szal vitték a Heródeshez, hanem Szamárháton menekült Egyiptomba. És így tovább sorolhatnám ezeket a dolgokat, hogy ha e világ szerint gondolkodunk, és e világ szerint akarunk kérni, akkor valószínű, hogy ezek az imák, még ha ketten egy akaraton vagyunk, akkor se fogja Isten meghallgatni. És azt mondja a Jakab, hogy kéritek, mert de nem jól kéritek, azért nem kapjátok, mert a ti gerjedelmeitekre akarjátok úgymond felhasználni. És meg vagyok győződve, hogyha azért kérünk valamit, azért kötözünk valamit, vagy azért oldunk valamit, hogy Istennek a nagysága láthatóvá legyen, hogy Isten dicsőjön meg, hogy ne mi, ne rólunk legyen szó, hanem a Krisztusról, akkor meghallgatja azt az Isten. Mert nem a mi kérkedésünket akarjuk, nem a mi dicsekvésünket akarjuk, nem a mi fényezésünket akarjuk láttatni, hanem azt akarjuk, hogy valahol Istennek a szeretete, Istennek a jelleme menjen az emberek fele. De át kell alakuljon az egész gondolkodásmódunk, mentalitásunk. Jézus jól kezdte ezt a fejezetet. Itt van ez a kisgyerek. Ha olyanok nem lesztek, mint ő, nemhogy ki a nagyobb, hanem be se mehettek. Na és akkor innentől kezdődik az ő tanítása. Egy nagyon erős kijelentés jött nekem ennek kapcsán. Azt hiszem, erről már beszélgettünk, vagy talán készítettem egy felvételt erről, hogy tehát gyakorlatilag a 20. bekezdés, mert ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, magyarázza a 19-et. Ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön minden dolog felül, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyi atyám. Tehát a 20. az itt magyarázza az előzőt, mert ha ketten vagy hárman az én nevemben gyűlnek össze, így van, az én tanításomban, az én tudományomban, az én lelkületemben, az én szellemiségemben, akkor már eleve nem is kérnek olyant, így van, amit ne akarnak örömmel megadni a mindenható. Na most itt, ami jött volt Isten kegyelméből, nem is olyan túl rég, az az, hogy gyakorlatilag Jézus a mennyei atyától semmit nem kért. Picit nehéz erről beszélni, ezek ilyen buta szavak. Buta szavakkal nehéz az igazságot megfogni, és nem is lehetetlen, csak megközelíteni picit képletesen. Tehát Jézus az Úristentől az égatt a világon semmit nem kért. És ez kifejezetten, mielőtt valaki erős megbotránkozna a negatív értelemben. Azt mondja, hogy még mielőtt kérnétek, tudja, mire van szükségetek. Tehát már teljesen nyilvánvaló ő benne, hogy számunkra mire van szükségünk, vagy nekünk mire van szükségünk. Tehát Jézus, amikor idézőjelesen ő kért valamit, ő nem kért, hanem olvasott.
amikor idézőjelesen azt mondta, hogy Lázár, hogy támadjon fel, jöjj ki, idézőjelesen kérte a kenyeret. Ő nem kérte, hanem hálákat adott, mert ő tudta, hogy az a tökéletesség, hogy az megtörténjen. Tehát, nem tudom, hogy fejezzem ki, hogy érthető legyen. Tehát ő tudta, hogy mert ő Istentől gondolkodott. Én nem mondok semmi mást, mint amit nála hallottam és láttam. Ebbe az állapotba kell bekerüljünk mi. Ő ebben benne volt. Tehát ő nem is kérdezett mást. Itt egy kicsit megszakítanak. Mivel ő benne volt, és olvasta, tudta, úgymond, látta, nem kellett kérdezze, ismerte Isten akaratát. Volt egy olyan pillanat Jézusnak az életében, amikor vért verejtékezett. És amiután vért verejtékezett, kért valamit, de nem jött rá a válasz. Emlékeztek el? Azt kérte, ha lehetséges, múljon el tőle ez a pohár. De nem jött válasz. Nem jött válasz a kérdés. Nem jött válasz. Mert az a hús és a vértől volt a kérdés. Az a kérdés. Tehát egyszer ugye ő is így mellé lőtt, amikor a legnagyobb kihívás volt. Tehát gyakorlatilag... De jött utána a lélektől is a válasz. Mindazonáltal. Legyen meg a talpa. Igen. Így van. Tehát azért Jézus nem úgy mutatkozik be, mint Isten fia, hanem hogy mutatkozik be itt? Mint Superman, hanem azt mondja, az embernek fia azért jött. Igen. És itt lehet látni, hogy ő az ember fia. Testélet. Igen. Na most itt megint ez annyira fontos ezt megérteni, megértsük, hogy ez egyé váljunk a megértéssel, hogy ő nem lottózott a kérésekkel, mert hallotta, hogy mi az, ami tökéletes, amit ki lehet jelenteni, idézőjelesen kérni. Hát nem volt, hogy megpróbálom aztán, hát ha összejön, és akkor milyen nagy szenzáció lesz az. Nem lottózott ő, hanem kijelentette azt a kérést, ami a mennyi atyánál volt, ami tökéletes volt. Mert hallotta az ő hangját, és nem akart ő mást mondani, mint amit az atyánál hallott. És amikor ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, mit jelent ez? Hogy egybegyűlünk avval az őszinte szándékkal, hogy halljuk őt, ami által kijelentetett a tökéletességnek a hangját, akkor már eleve nem is fogunk olyan kérni, amit nem akarna. Hát jó párszor összegyűltünk, hál' Istennek, de még sose jött a beszélgetés alatt, hogy ez 5 kilós aranykarperec, milyen jó lenne, vagy hasonló gondolatok nem jöttek a beszélgetés alatt, hanem mindig csak még többet szerettem volna tudni az Isten igazságából, és az ő kegyelméből. És azt megkaptuk. Hál' Istennek. Megkapjuk azt nap, mint nap, minden napi kenyeret. Igen. Hát azért jó személyesen ismerni az evangéliumot, személyesen éhezni és szomjózni, mert nem elég az, amit most tőlünk valaki hal valamit, ez nem elég senkinek sem. Tehát ez még halványúzi rózsa. Aki személyesen nem éhezi, nem fog abba az állapotba kerülni, hogy meg tudja különböztetni a babonás kéréseket. Igen. Hát ez... A vallásos kéréseket. Ezek a beszélgetések arra jó, nekünk is, másoknak is, hogy erőt kapjunk, másoktól erőt merítsenek, hitet, és megtegyék azt a lépést ők, ami ebben nekik szükséges, hogy megtegyék. Az lehet egy bocsánatkérés, az lehet egy felmondás a munkahelyről, az lehet... És nem lehet tudni, hogy kinek mi a következő lépés.
hanem ahogy írja, hogy ti beszélgessetek az evangéliumról, az igazságáról, és ha valaki betoppan, az dicsőítse az Istent, hogy az lássa, érezze, hogy ott van Isten közöttetek. Tehát, hogy, hogy megkívánja az ő közelségét. Hogy, hogy mi lesz az ő lépése, azt, azt csak ő tudja. Igen. Igen. Jaj, te, milyen jó. Ekkor hozzámenném, Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Mikor nem annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezd el vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentommal volt adós. Nem tudván pedig megfizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenit, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszállna azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedi néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dinárral vala néki adós, és megragadván azt, folytogatja vala mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa, az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, de 2 vagy 3, felettében megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhívatván őt az ő ura, mondané ki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhírok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Hát ez egy óriási nagy tanítás. Isteni tanítás. Ez isteni tanítás. Igen. És most felolvasnám a modern verzióját ennek a tanításnak. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak az ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethesse. Tehát jogosan volt az úrban egy felháborodás. Igaz? És most jön a modern verzió. És a szolga talpra ugrott, megvetette lábát, és azt mondta. Tudod, Uram, te mindent el kell nekem töröljél, mert ez neked kötelességed. Igen. Igen. Tehát, bocsáss meg mindenkinek, annélkül, hogy bárki neked azt mondja,
hogy bocsánat. Igen. És figyeljétek meg, hogy itt nem azzal volt a gond, hogy a szolga találkozott a másik haverral, és a másik haver könyörgött neki. Ezt Jézus úgy mondta, és tett erről bizonyságot, mint hogy ez a normális. A gond arról az volt, hogy nem engedte el, tehát nem bocsájtott meg, annak ellenére, hogy az bocsánatot kért tőle. Bocsánatot nyert már. Igen. Tehát azt mondta, könyörgök, az adósságomat engedte el, vagy adj még időt, nem hogy engedje, adj még időt. Igen. És az evangélium többek között a rávilágít a bűneinkre is. A bűnökre, amit sokan nem akarnak hallani, mert tudják, hogy ő velük is megvan az. Ezért inkább nem is akarják hallani. Pont a hétvégén aztán ebéd előtt áldást mondtak, és aztán még ott oda volt fűzve, hogy bocsáss meg a vétkeinket, és akkor úgy feltettem a kérdést, hogy hogy lehet megbocsájtani a bűnöket, ha nem is tudjuk, hogy vannak bűneink. Yeah. Hello. Igen. Yeah. Ez a másik egyébként, amit Erika mondasz, ez a másik modern verzió, hogy jön az Úr, úgymond, a házura, a vállalkozás ura, a földműves, vagy a mindenható Isten, és azt mondja, hogy te, Attila, hát ne haragudjál, de tartozol nekem, mit tudom én, 1 millióval, vagy te ekkora kárt halmoztál fel az én országomban. És azt mondom neki, hogy nincs igazad, én jobban látom, én nem vagyok bűnös. Nincsen bűn, nincsen tartozás. Hát elkezdem én magyarázni a mindenhatónak, hogy nincsen bűn. Hogy nincs adósság. Valami te rosszul számoltál. Igen, igen, tehát azért úgy gondolom, hogy annyira érthető, hogy ez nagyon óriás tanítás ez. Hogy vannak ezek a modern verziók, amikor követelem, hát én kísértem őt, követelem tőle, hogy bocsássál meg nekem, mert az jár nekem. Hát ha akarsz, akkor megbocsátasz, hanem akkor nem. Mert én vagyok az adós. Így van-e? Igen, igen. És a másik verzió az, hogy azt mondom, hogy te, hát én neked semmivel nem tartozom. Én semmi rosszat nem követ, én semmit nem tévedtem. Na ebből már nagyon nehéz kimenekülni, ebből az állapotból. Amikor be sem tudom látni, nincs ahogy belássam, ugye mert nem fogadom el a kedves figyelmeztetést, vagy nem kell nekem evangélium, mert látom a Facebookon, hogy van ilyen feltétlenül szeretet, meg ilyenek, tehát őrültség. Amiben van a világ most jelen pillanatban is, tényleg óriási, tehát nagyobb szükségünk van most ezekre a tanításokra, mint valaha az emberiségnek. Hát ezek nélkül tényleg. Személyes ez is, de elmesélem, hogy most ott kint hétvégén egy gyilkostónál voltam, és ott van egy pár, és a nő személy az jár jogázni, ugye, és ott nagyon sokat beszélgetnek a feltétel nélküli szeretetről, és hogyha Endre, elszóltam magam, hogyha barátom szól az élettársának, hogy valamit másképp kellene csinálni, akkor egyből azzal védekezik, hát de ha feltétel nélküli szeretet. Hát fogadjál úgy, hogy vagyok. De a nő mindenkit néz, hogy mit tesz, hogy tesz, és azonnal lecsap ragad rá, hogy ezt rosszul csinálja, ez butaság, amit csinál. Ő elvárja a feltétel nélküli szeretetet. Messze egy feltétel nélküli kintzatás. Egy házisárkány. De lehet, ha azt mondtad volna, hogy van egy barátom, akinek a felesége egy keresztény közösségbe jár, akkor az lehet, hogy még hitelesebb lett volna, mert ugyanaz van. Tehát nagyon sok, tehát itt nem feltétlenül a jógázókat akarjuk kicikizni. Nem, tényleg nem azt akartam a jogásokra kicikizni. Tudom. Csak arra azért mondom, hogy ez egy olyan jó példa, mert érzem és látom és tapasztalom a saját bőrömön, hogy
az úgymond Krisztus követésnek egy óriási úgymond változásra van szükség, mégpedig arra a változásra, hogy Jézus közénk állítsa egy kisgyereket, és azt mondja, ha olyanok nem lesznek, mint ő, semmiképpen nem mehetnek be az Isten országába. És a szavak szintjén nem lehet. És ez szavak szintjén nem lehet. Ez teljes változás. Az ember is felismeri azt, hogy milyen voltam ezelőtt, és milyen vagyok most, Isten kegyelméből, milyen lehettem most. Tehát ott tartunk, hogy az ember még be sem képes látni. Hogyha ő nem kap egy segítséget, még a belátása sem képes eljutni, hogy ő bajban van. Mert a mi barátságunk arról szól, hogy azt mondom neked, amit te hallani akarsz, és fordítva. Nem arról, amit Jézus mondott, hogy menj el és dolgál meg szemtől szembe. Nem muszáj dűvel csinálni ezt, rossz indulattal, hanem kedvesen, szeretetteljesen. És figyeld meg, hogy itt erre mi a megoldás, itt eszembe jutott, Jóisten, eszembe jutotta, hogy van ez a szép Zsoltár a 139. fejezetben, a 23. bekezdés, 139. Zsoltár, 23. bekezdés. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Tehát én kérem tőle, erre hangolom magamat is, hogy ő vizsgáljon meg engemet, ő szembesítsen engemet, ha netán én nem látnám magamat. Hát egyértelmű, hogy ő... Mint hogyha ő, mintha... Netán, hát nem látod magad. Most már előtte valami rájtve lenne. Hogy ő nincsen Istennek szükség az, hogy most külön elmenjen, és megvizsgálja az embert, mert ő alapból ismeri. Hanem nekünk van inkább szükségünk, hogy ő megmutassa, hogy milyenek vagyunk igazából. Ez a belátás. Ő tudom nem is. A kérdés az, hogy hogyan kerülünk abba az állapotba, hogy megmutathassa, hogy mi az, amit én nem látok magamból. Erre úgy érzem, hogy jó válaszolni erre a kérdést. Ez a hányadik Zsoltár? Ez annyira... 139. Zsoltár. 139. Ez annyira röhely, hogy így eltávolodtunk ettől, hogy nem hagyjuk, hogy megmutassa. Már fordítva lett érdekes, hogy milyen jó lenne, hogyha hagynál. Ugye, hogy mondtad, hogy hát én nem is vagyok hibás, nem is vagyok bűnös. Az kb. Úgy jön ki, mintha az autóba tönkre menne az alternátor, és jönne az alkotó, hogy javítsa meg. És az autó visszaszólna, hogy a békémet én nem is romlottam el. És akkor nem hagyod, hogy megjavítsa. Ne szabad akarat. Azért van, hogy szabad akaratja nincs a kocsinak, ezért gördülékenyen megy az egész autó. Ha valami baja lesz, akkor valaki javítsa. De így a szabad akarat miatt te ilyen elfogult tudsz lenni, hogy én nem is hibáztam. És akkor... kész. És akkor, amikor mondod, hogy nem is hibáztam, akkor jön, de mondanád, állj meg, hát én adtam neked értelmet is, mit akarod ellenem fordítani még azt is. Ott olvastam a Máté evangéliumában, hogy az esküdözésről is ír, hogy ne esküdjél se a világra, mert az se a tiét, se a csillagokra. Se az Istenre, mert hát se ember, se magadra se esküdjél, hogy esküszöm, hogy én ezt itt igazat mondtam, mert hogy az utolsó hajad száll, se tőled függ. Hát Istennek vannak módszerei, amivel elénk tudja vetíteni, hogy milyenek vagyunk mi. És hát
van, amikor ezek a módszerek nem igazából kellemes meglepetést okoznak nekünk, hanem úgymond bizonyos nyomorúságon, lelki vagy testi nyomorúságon keresztül lássuk meg azt az igazit, ami bennünk van. Mert Isten felszínre hozza, mert egy tagadásba élünk. Nagyon sokszor az ember, ezt a bölcs Salamon mondta, hogy minden ember igaz a saját szemei előtt. Tehát kicsit tölthetsz rá. De a szívek vizsgálója az Úr. Tehát igaz vagyok az én szemeim előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. És ezért azt mondja az ige, hogy jó, ha megnézed egy embernek az életét, mert akkor látod, hogy az az ember az életébe mi jót és mi rosszat tett, és hogy reagált mind a kettőre. Ezért nagyon tisztelem az Isten, már csak azért, mert a Bibliában nem rejtette el az ő nagy és hűséges szolgáinak az életét. Tehát megmutatta azt, hogy a Dávid nem egy olyan szent volt, hogy két karika, hát ő már négy karikás szent volt, hanem ő biza tudott rosszalkodni is. Tehát vétkezett is. De megtalálta a megbánásnak a helyét. Fel tudott emelkedni. Ha olvasod a Dávid zsoltárait, akkor látod, hogy kettő fent, egy lent, kettő lent, egy fent, tehát egyszer a csúcson jár, máskor azt mondja, hogy mélységből kiáltok hozzád, ó Isten, halld meg hangomat. Tehát ember volt. És de benne volt az az isteni természet, hogy ragaszkodott az igazság után, ragaszkodott a teremtője után, tehát nem a saját maga igazát tartotta 101-ig, hanem belátta. És véleményem szerint mi is ugyanilyen emberek vagyunk. Nagyon kemény gondolat, és jött valami, de elég felolvasom azt, amit Gábor írt, azt mondja, hogy érdekes az is, hogy szeretet gyűlölet nélkül nem létezik. Nem lehet feltétel nélkül mindent szeretni, jót, rosszat. Vagy gyűlöljük az egyiket és szeretjük a másikat, vagy ellenkezőleg. Minden más megfogalmazása a szeretetnek, langyoskodás. Igen, köszönjük Gábor. Tehát ahhoz, hogy az élet legyen, létezhessen az élet, muszáj megtörténni a szétválasztódás. A gyöngyök a moslégtól el kell választódjanak, muszáj. Mert másképp nincs élet, csak egy ilyen együgyű vannyosság, szürkeség. Egyébként meg, ami jött most... Ilyen egysejtőek vagyunk. Igen. Vagyok. Igen. Igen, az jött, hogyha nem tudok én bekerülni abba az állapotba, hogy úgymond engemet a tökéletesség megvizsgáljon, a tökéletesség megvizsgáljon, és az eredményeket a kezembe juttassa, a szemém elé juttassa. Ha nem tudok bekerülni ebbe az állapotba, akkor mi történik? Az, hogy tökéletes vagyok a magam szemei előtt, és ha netán valami hiba történne, valami fájdalom érne, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg a szomszéd miatt van ez. Akkor azt történik, hogy az az Istent az nem igazán érdekli. És akkor ennek a végcélja az, hogy csak a férgeknek az édessége leszel, ha ilyen életet élsz, ahogy Jobb is mondta, hogy ez lesz a végterméke ennek az istentelen életnek. Hát aki úgy él, ahogy én eddig megtapasztaltam baráti körömben, hogy aki ilyen tökéletességbe él, annak lássa magát, és valami történik, annak hamar, hamar hozza a szenteket le az égből, és az Isten vereng emet.
Vagy, ahogy mondod, Jobb, az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az ő neve. Ezért mennyire láthatjuk, hogy az ilyen hibázatás is, hogy egymást hibáztatjuk, mást hibáztatunk, mennyire pont abból fakad, hogy nem vagyunk alázatosak. Így van. A mindenhatóval szemben nem vagyunk kélelhetők, nem vagyunk, nem halljuk őt. Nem halljuk azt, hogy azért fáj nekem most a tegyfel a jobb lábam, mert megvizsgált ő engemet. És a tudomásomra hozta, hogy rosszul léptem jobb lábammal. Hanem kitalálom azt, hogy a fokrindben lévő flór miatt fáj a jobb lábam. Ez már a szellemi sötétségnek a netolábja, legalja. Tehát annyira benne van az írásban az is, hogy ha valaki Istenben van, nem igazán keresi annyira a hibást másban. Vagy a környezetében. Környezetében. Mert ebből minden háború egyébként, hogy ha valami fájdalom ér, valami kellemetlenség ér, kellemetlen tapasztalat ér, akkor nem arra gondolok, hogy elvétettem a célt, hanem elég letértem az élet útjáról. Nem erre gondolok, hanem Tika, te mutkóta átvertél engemet, durván átvertél is, félrevezettél engemet. Én nem voltam félrevezethető, mert a félrevezettél engemet. És ebből nem lehet aztán, ha ez bérőzsül, ebből nem lehet kitérni. Akkor az így lavinaként söpörvég. Így van. Tehát egyrészt a hierarchia, hogy ki a nagyobb közöttünk, és másrészt az alázatnak a hiánya okozza az egész emberi tragédiát. Vakság. Tehát ki a nagyobb? Hát általában ezt pénzbe lehet mérni, funkcióba lehet mérni, dicsőségbe lehet mérni, titulusokba lehet mérni. Tehát emberi módon. És az, hogy nincs benne alázat, hát az egész világ gyakorlatilag haszontalan, csak én vagyok igaz. És ha mindenki beszél, mindenki hazudik, de én igazat mondok. Tehát mert igaz előttem, ahogy mondja a Salamon, hogy mert úgy mond a... Hogy mondtam az igét, hogy minden ember igaz az ő szemei. Minden ember igaz az ő szemei előtt. És ez is felettén nagy hiába valóság. Érdekes, hogy a szolga talán arra gondolt, hogy ha begyűri az ő adósságát másoktól, akkor hamarabb meg tudja adni az Úrnak az adósságát. De már elut engedve, és éppen az, hogy Jézus is így tanított többek között tettekkel. Mert én is átéltem, milyen volt, mikor az adósságomat eltörőte Isten, a bűneimet. Jézus Krisztus által. Én egy olyan lelki szabadságot kaptam sok, hogy most menjek nyakásszon a másikat, hogy add csak meg azt az izét. Hát semmire se volt szüksége, hát olyan lelki békén volt. Semmire sem volt szüksége. És akkor menjek azt a párban, itt izé verjem ki a szomszédból. Akkor tényleg ne vagyok méltó, hogy azt az ajándékot megkapjam, hanem ügyesen menjek, és tanuljak úgy, ahogy másképpen tanuljon meg, ahogy mondtam. Akkor mondj, add meg az adósságot. És mellesleg az adósságnak az elengedése, ami megtörtént velünk, az egy ajándék, amit, hogyha nem tudok én megosztani mással, akkor milyen ajándékom van nekem? Ha megnézzük, a szolgatása egy pár dénárral tartozott neki, tehát ezt fordíthatjuk úgy, hogy egy pár bani, vagy egy pár lej adóssága volt. Igen. Míg neki millió nagyságrendű adóssága volt, amit ha egy életen át dolgozik, úgyse tudja megadni. Tehát lehet, hogy két ember élet kellett volna ahhoz, hogy ledolgozza, és akkor talán meg tudták volna adni az adósságot. Ezért hozták be a reinkarnációt? Így van. Hogy addig fizessék az adósságot, amíg aztán felszabadul teljesen.
Pontosan. Még hallottam a másik verzióját, hogy egy élet kevés olyan hitre jutni, mint például az apostolok. Ezért kell reinkarnálni. Most tegyük fel, most csak így zárójelben. Hát elég erős a témát, de ha reinkarnálódnék is, de még mindig bennem van az adósság halmozás szelleme, hát akkor mit csinálnék én a következő reinkarnációmban is? Még nagyobb adósságot használ létre. Ennyi az egész. Tehát akkor a megoldás csak ott van valahol, hogy vajon az adósság halmozás szelleme ki lett-e véve belőlem, vagy nem? És be van-e téve helyette a megbocsátás, kegyelem, könyörület is, az áldás továbbadásának a szellemisége. Mert ha igen, akkor elképzelhető, meg fog szabadulni minden adósságomtól, de addig viszont eléggé nehezen. Na mondjuk ez a reinkarnáció az elsősorban, aki a világban él, aki a császárnak szolgál, annak megnyugvás, hogy jó, hát akkor újra születek, nem halok meg. Csak kérdés az, hogy hova reinkarnálódsz, mindjárt nincs ahova. Ha Isten ments, hogy de szülessünk vissza erre. Hát ne ide, ha ne megy rá. Na, tehát Jézusnak a szavaihoz visszafordulok, azt mondja, hogy ahogy záródik a 18. rész, hogy nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatásodon, ahogy én is könyörültem rajtad? Vagy nem kellett volna, hogy te is megbocsássál a szolgatársadnak, az embertársadnak, aki veled egyenlő, ahogy Isten is megbocsájtott neked? És azt mondja, és haragjában átadta őt a hóhíroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsájtotok atyátok fiainak. Tehát, hogy átad a hóhíroknak, én ezt úgy fordítanám le, mert nagyon jó, ha megértsük. Képes beszéd ez is azért. Mert egy képes beszéd, hogy ki, amit vet, azt aratándani is fogja. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy ne csapjátok be magatokat. Mert amit vetsz, azt aratni fogod is. Tehát az éppen elég hóhírság, hogy neked se bocsássanak meg emberek, hogy te is olyan állapotba kerüljél, mint az, amit te cselekedtél, úgymond, az embertársaddal, és amikor majd rájössz, hogy talán jobb lenne megalázkodni, talán jobb lenne, és örvendeni tudsz neki, nem gőgből alázkodsz meg. Hát, ha már meg kell alázkodni, hát akkor már alázkodjak meg, és megmondom ugye a fogam között is, hogy megbocsájtok. De milyen megbocsájtás az, amit a fogad összeszorításával mondott ki, hogy megbocsájtok, hát az nem megbocsájtok. Tehát egy bohócság. Isten arra vár, hogy a szívünk állapota változzon meg. Tehát nem a szánknak a mondása, hanem a szívünk állapota, és sokszor ez a hóhérnak való átadás, ez egy pozitívum és egy ajándék Istentől, hogy úgy mondjam, mert még megtérhetünk, még kijózanodhatunk. Hát a babiloni fogság az volt végül is. Igen. A hóhérnak való átadás. Tehát még rájöhetünk arra, hogy tévedtünk. De ha mi gyakorlatilag nem vagyunk Istentől kiigazítva, nem vagyunk Istentől úgymond talán az, hogy nem engedi meg Isten, hogy ilyen baj történjen velünk, akkor még elhisszük azt, hogy mindent jól csinál. Hogy milyen ügyesek vagyunk. Akkor így ebben az összefüggésben az örök sötétséget is lehet annak venni, hogy ott még lesz
talán esély összekosni az emberek elvég. Nem hiszem. Azt akartam, nem hiszem. Tehát az a... Addig, amíg az örök sötétség eljön, addig még a hóhér kezéből ki tudunk szabadulni. Így van, hát ugye Jeremiás hívta fel erre talán jobban a figyelmet. Azzal, hogy másodszor ugye azt mondta királynak, hogy most akkor önként vonuljál be a fogságba, a börtönbe. Igen. Mert jobb a fogságban, a börtönben, mint a halálban. Tehát jobb önként bevonulni a börtönbe, mert ott még, ahogy az előbb mondtad, még mindig van lehetőség a megigazulásra. Tehát a fizikai földéletnek óriás tétje van, nem szabad úgy gondolkodni róla, hogy jaj, bármit csinálunk, egyszer élünk. Tehát jobb levágott kézzel, igen, mint két kézzel. Itt valaki azt kéri, hogy ha egy muszlim arab megerőszakolja a feleséget este a parkban, meg kell-e bocsájtani neki? Hát én a válaszomat ott kezdeném, ha neked, aki kérdezed, eleve nem a muszlim arabbal van problémád, aki megerőszakolta a feleségedet, hanem a muszlimokkal. És bármilyen muszlim, akit te meglátsz egy felháborodást kelt benned, akkor egy rossz lelkület van benned, amitől Isten meg kell szabadítsa. Hogyha ellenben ez meg is történt, akkor jogos vagy, hogy haragudjál, és jogos vagy, hogy a törvényszék elé állítsd ezt az embert, hogy megkapja a megfelelő büntetését. És ha ő bocsánatot kér tőled, és azt mondja, hogy nagyon sajnálja, és megváltozik ez irányba, és látod benne, hogy könyörög, mindez a szolga, akkor a Jézus tanítása szerint meg kell bocsátanod. De mindenképp jogos a haragod, jogos az, hogy a törvény elé állítsad, és nem feltétel nélküli szeretetre hív fel téged az Isten, hanem arra, hogy ha megbánta valóban, akkor te megbocsájtasz neki. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja elviselni és elhordozni a civil törvények által előírt dolgokat, mert te már nem tudod onnan felszabadítani. Szerintem azt is akarja kérdezni, hogy mit kezden egy ilyen érzéssel az ember. Attól eltekintve, hogy neki azelőtt is mindegy volt, hogy mi van a muszlimmal, és utána is szinte mindegy, hogy mi van vele, hanem az a helyzet a kérdése, szerintem. Hogy volt megfogalmazva? Ha egy muszlim arab megerőszakolja a feleséget este a parkban, meg kell-e bocsátani neki? Ja. Így fogalmaztam a kérdést, Erő. Nem mondtad a nevét, de szinte valóta, hogy ő írta. Tivadar nem ismertem, és mi is rátrafált egy kicsit a lényegre, hogy van az a vicc a nyuszikával, akkor azt hiszem, a taniskát el akarja kérni a mackótól, vagy nem tudom én kitől az erdőben, és már előre rávetíti mackóra, hogy nem fogja odaadni a taniskát. És úgy felhergeni magát, hogy bekopog mackóhoz, és azt mondja neki, hogy... Menj a felébe a buzéddel együtt, a taniskáddal együtt. Így van, így csak pillogtat a medve, hogy mi van? Tehát sosem tudtam, hogy odaadta volna a tanicskát neki, vagy ne, Mici Mackó. Igen. Hát a helyzet az, hogy egy emberi jelenség, hogy vannak ilyen előregyártott érzelmek és sérelmek bizonyos más embertársaink ellen. Az egyik a katolikusokat, a másik a reformátusokat, a harmadik a hiteseket,
a negyedik a zsidókot, és mindenféle konspirációs elméleteket kitalálunk, hogy valahogy megadjuk azt a gyönyört az életünknek, hogy haragudhatunk valakire. Mert akkor érezzük jól magunkat, ha valaki hibás. És én úgy gondolom, hogy az alázat az mindig elvezet oda, hogy akkor megvizsgáljam, hogy igen, de én vajon milyen vagyok? Én. Rólam van szó. Nem róluk, hanem rólam. Mivel vagyok én jobb? Azt lehet megtanulni egyébként az Ószövetségből, a kérdés, mert jól kérdés szerintem az Ószövetségi történetekben azt lehet megérteni, hogy amikor valaki igazságot követelt magának, de fedhetetlen volt, meg is kapta azt. Igen. Viszont aki igazságot követel magának, de nem fedhetetlen, hanem ugye a titának a bajsza a tejfőles, akkor az ő követelőzése is még rárakódik, tehát annak is a terét ő kell majd még elcipelje valamilyen szinten. Tehát veszélyes játék az étel, tényleg nagyon sok propaganda van. Nem szabad felülni minden autóbuszra, mert nem tudjuk, hogy melyiknek van fékje, melyiknek nincsen fékje. Én voltam muszlimok között, Afrikában is, Indiában is. Ennem adtak, befogadtak, szerettek, és tudom, hogy ez az egész történet, ami van itt Európában, egy mesterségesen generált propaganda, és arra megy ki a játék, hogy az ember folyton ellenséget keressen kívül, és sose vegye észre, hogy ő benne mi van, hogy ő hogyan vesz észre ebben az egész ördögi játszmában. Kobrának volt az előadás az előbb pár éve, amikor hazajött a világ körül útjáról biciklivel, és azt mondja, hogy ő is ezeknél az országoknál. Mindig, amikor ment át a határon, mindig mondták, hogy vigyázzál, mert ezek a szomszédos országokra voltak így félelemmel, haraggal, hogy vigyázzál, mert ők ilyenek. De ő vele személyesen mindenki úgy bánta, hogy veled, a muszlimok. És ez is egy ilyen mesterséges gerjesztés, ami az embert benne tartja egy ilyen mókuskerékbe, hogy egy életen át gyűlölje a román a magyart, a magyar a románt, a székely a cigány, a cigány a székelyt, a német a svájci a németet. Érdekes van lesz is, most figyeltem meg, vettem észre, hogy ott is van egy ilyen ütközés, értetlen. Hát az igazság az, hogy úgy, mint egy mozifilmet, úgy megnézzük, hogy ez a migráció is, hogy hogy megy, hogy nem megy. Van, aki ellenáll, van, aki nem áll ellen. Politika, Orbán így látja, másik úgy látja, a harmadik megint másképp látja. Én nem mondom azt, hogy az, ami Európában történik, az egy jó dolog. Azt se tudom mondani, hogy belelátok. Pedig nemrég ott is jártam, láttam, stb. És azt láttam, hogy annak ellenére, hogy olyan nagy veszély van a magyar hírportálokon felfújva, én ilyen városnapokon például nem láttam se rendőrt Németországban, se helyi rendőrt, se zsandármot, se semmit az égvilágon. Én csak civileket láttam, akik úgymond végezték a dolgokat. De ha megnézzük itt csak a romániai helyzetet, akkor elmész egy állomásra, ott meglátod a katonaságot, meglátod a rendőrt, meglátod a helyi rendőröket, mintha itt a világ vége lenne, de azt mondjuk, hogy biztonságban. Itt jó, itt nincs veszély. Nincs migráns. De, mert nincsenek migránsok. De elmegyünk oda, ott meg azt mondják, hogy hát fú, nagyon kell vigyázni, mert iszonyat. Ott meg nem látsz semmiféle ilyen úgymond felpajzsozott embereket, hanem mindenki végzi a dolgát, és elég nyugodtan élvezi a kis elemózsiáját, és a sörét, és megy a zene, és
fújják a trombitákat, és úgymond csinálják a dolgokat. És akkor feltettem magamban a kérdést, hogy akkor hogy van ez? Ki, hol van nagyobb biztonságérzet? Ott vagy itt? Hát én amikor látom ezt a sok rendőrbe öltözött Mickey Mouse-t, itt nálunk, és a katonaságot, hát mire gondol az ember? Vagy hogy őt vadásszák, igaz? Vagy hogy valami nagyon komoly probléma van. És valahogy a kettő úgy elgondolkoztat, hogy hát akkor nem tudom a jó választ, nem akarom megmondani a tutit, de látom azt is, hogy most a magyar társadalom két felé van. Nagyon-nagyon-nagyon választva. Magyarországon elég sokan, úgymond, nem kedvelik az Orbánt, de nagyon sokan, és a médiaportálok, azok általában mind már meg vannak vásárolva a hatalomtól, azok meg mindenki úgymond úgy fújja, mint annak idején, nem tudom, hogy aki föltette ezt a kérdést, és belegondol ebbe az iszlámmal kapcsolatban, hogy hány éves, és élte-e meg a Ceausescu korszakot. Mert aki megélte a Ceausescu korszakot, az nagyon jól emlékszik, hogy dicsérve volt mindenütt, és mindenütt csak dicshimnuszok zengtek erről az emberről. Úgy nőttünk fel, hogy mindenki dicsérte. Na most már, amikor valakit sokan dicsérnek, bennem eleve egy kérdőjel fölébred. Hoppá, itt valami nincs rendben. Amikor úgy jön le minden arról az emberről, hogy mindent jól csinál, akkor ott nekem kérdéseim vannak. Vajon mindent jól csinál? Nem hiszem, hogy mindent jól csinál. De én csak egy szavazó vagyok, aki vagy elmegyek, vagy nem szavazni, mert ez is az én jogomba áll, hogy elmenjek, és az is, hogy nem menjek. De úgyis e világon az lesz, hogy előbb-utóbb el kell váljon a pejva a gabonától, az igazi kereszténység, a lágymeleg, meg a vallásos kereszténységtől, és akkor mi hasznunk van abban, hogy van 10 millió vagy 10 milliárd lágymeleg ember, aki hol itt van, hol ott van, vagy mi hasznunk van abból, hogy vasárnap elmegyünk a templomba, aztán meg utána úgymond a szavainkkal halálra csattogtatjuk magunkat. Tehát anyósod olyan, mint egy terrorista. Csak éppen nem iszlám, hanem a katolikus templomba jár. De az egész családot lelkileg tönkretette. Igaz? Tehát fizikailag élnek, de lelkileg mindenki tacsra van téve. Mert a jó keresztény asszony olyan ügyesen manipulálja a dolgokat, hogy mosogató rendet mindenből. Vagy lehet ezt férfira is alkalmazni, persze. Tehát nagyon komplex a dolog. Saját szemünkből a gerendákot, hogy lássuk másik szemünkből a szarkát. Na, hát én remélem, hogy ez a kis beszélgetés, ez valamelyest tanulságos volt nekünk is, és mindazoknak, akik velünk együtt voltak. Én őszinte hátérzékileg ugyan, hogy együtt lehettünk ebben a fejezetben is. És csak azt tudom mondani, mint régebb a mesék végén, aki nem hiszi, járjon utána. Mert tényleg ez a beszélgetés, hát mi is egyszerű emberek vagyunk, tele hibákkal, tükör által homályosan látunk. És többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy nem kell nekünk igazat adni semmiben sem, hanem jó, hogyha az ember személyesen utána jár, megvizsgálja, megnézi, hogy az evangéliumokkal, a Bibliával mi a helyzet. Tényleg az van, amit a Facebook mond, hogy a Bibliát mert ezerszer átírták, vagy hazugság, meg minden. Vagy pedig ő van átverve a saját kényelme által, a saját ilyen jóléte által, hogy jó, nekem nem kell, inkább elfogadom azt az információt,
ami azt mondja, hogy hazugság. Tehát érdemes utána nézni személyesen, mert megmondta Jézus, hogy aki őszintén keres, azt találni is fog, az őrgetőnek megnyittatik, és aki igazán éhezi és szomjózza az igazságot, Isten igazát meg is találja azt, és megelégítetik. Lelki békéje lesz még a fizikai életében is. Úgyhogy csak azt tudom javasolni személyesen mindenkinek, hogy személyesen járjon utána. Az ilyen kis beszélgetések ezek csak maximum inspirációként szolgálhatnak kedves embertársaink számára. Nekem nagyon beégett az agyamba, amit ti azzal mondod, hogy amit vetsz, azt aradsz. Jó, de ha ütetsz egy, mit tudom, rossz termi is van a gabonafődén, már anyagoltad, hát nem aratod be. De milyen jó felismerés, hogy le is kell, hogy arass törvényszerűen. Tehát nem úgy van, hogy nem aratom, hanem az a tiéd lesz. Így van. Igen. És érdekes hozzáfűzni talán még a témához, még meg lehet említeni azt, hogy érdekes módon ma is az történik, ami akkor történt. Mert emlékeztek-e, hogy a mindenható, aki a profitán keresztül úgymond szólt a néphez, nem engedte meg, hogy bármilyen népet leigázzanak. Mindenki ezért nem mehettek be, leigázzák őket. Azt mondta, hogy nekik még nem járt le kegyelmi idejük. Tőlük meg kell vásároljátok az átkerést a földjükön. Van. És érdekes módon most is mi történik, hogy többnyire a háborgások mindig az ilyen nagy városokban vannak, az ilyen Las Vegas, meg az ilyen nagy városok, ugye, ahol már beállt a Szodoma és Gomorra állapot. Németország, Franciaország. Igen, igen. Tehát ott is elképzelhető, hogy nem tudom, hogy hol volt egész pontosan Tivadar, hogy kisebb városokban, ahol tényleg még működik valamelyest az etika, a morál, a törvény, Isten törvénye, oda nem mentek be valamiért a menekültek. Bementek viszont ugye a Szodoma és Gomorra városokba, nagyvárosokba, ahol tudjuk jól, hogy általában ottan történnek ezek a torzulások, a fajtalankodás, meg minden. Nem a kis faluban, meg a kisebb városokban. Ahol az ember éve az egyszerű hétköznapjait. Azt mondja Edina, hogy egyik oka a mai problémának pont a megbocsátásunk van. Pont azokat a nemzeteket használják ki a jövőbe, amelyek a leginkább megbocsátanak mindenkinek. Te azt tudom erre mondani én személyesen, kedves Ervin, ha te ebben hiszel, akkor éljél így. Mi úgy gondoljuk, hogy tényleg igaz az, hogy ki amit elvett, azt fogja learatni. Ha te nem hiszel a megbocsátásban, akkor ne bocsássál meg. Tehát akkor vesd a gyűlölködést, a háborúskodást, és akkor majd, ha majd jönni fog a termés, akkor gondolj arra, hogy ezt vetetted. Ezt tudom csak mondani én erre a dologra. Tehát tisztelem a véleményedet, nyugodtan éljél úgy, ha te úgy gondolod, de én nem osztom. Tehát van egy barátom, pontosan Csíkban ő is. Azt mondja, én mindent meghallgatok, de nem mindent kultiválok. Meghallgatom én is az embertársaim véleményét, nem mindent kultiválok, mert nem tartok mindent igaznak. Ezt javaslom mindenkinek egyébként, hogy igen, hozzá a kérdéshez. Na, törvendünk, hogy együtt lehettünk, és remélhetőleg hamarosan folytatjuk a 19. fejezettel. További szép estét mindenkinek, jó éjszakát is. Szép estét, sziasztok!